Sziasztok! A héten úszott be a mozikba a híres sorozat mozi verziója. A trélerek alapján lehetett ebből a filmből bármi, kicsit kellemetlennek tűnt, de valamiért mégis érdekelt. A régi szériát bevallom, nem láttam, de nyár van, és mi lehetne jobb egy strandos mozinál? Nézzük meg, hogy sikerült meglovagolni a hullámokat. Iszonyat kidolgozott felsőtestek, csodálatos alakok és rengő mellek, kizárólag lassított futással. Földrajzóra! Bökjetek a térképre, hol lehetünk? Igen, Mr. Rock? Ez itt a Baywatch. Teli találat. A sztori onnan veszi fel a fonalat, hogy új vízimentőket keresnek a csapatba. Jelentkeznek csomóan, aztán az újoncokkal egy új kaland veszi kezdetét, droggal, akcióval és nyomozással. Egy bővített mondat, ennyivel lehet összefoglalni a sztorit. Hogy mennyire fosok én erre magasról? Készítsd a kukkert! Nem látsz fel ilyen magasra szabad szemmel. A sztori tehát egyszerű, mint egy kisebb fajék, de mi az, ami jól működik a filmben? A humor például fényévekkel jobban, mint a múlt havi csajok hajnalikban. Vannak péniszvicek, igen vannak, de egy-kettő tényleg sírósra sikeredett. A kedvencem a hullaházas rész volt, gyerekek, az haláli. Ezen kívül szerencsére kapunk más poénokat is, például, hogy Mitch folyton ilyen idióta neveken hívja Matt Brodyt, mint például Bieber, One Direction, vagy a kedvencem, amikor High School Musicalnek szólítja, és ugye ezt a csávót Zac Efron alakít. Szóval értem én a kikacsintást. Vannak még más easter egg-ek is a filmben, sorozatos ínyenség, a Breaking Bad utalás, vagy ott van a cameo az eredeti főszereplőktől. Az akció jelenetek a zenével együtt egész jól működtek, de volt, hogy nem éreztem eléggé a pulzálást. Minden esetre nagyon szépen voltak felvéve, például vágás nélkül a mólón végigmotorozás nagyon adta, de egyébként is a képi világ elég szembarátra sikeredett. A CGI viszont mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy szemrákot okozhat. Nem volt épp a helyzet magaslatán az egész cucc, a legkirívóbb eset a tűzefekt volt, amitől konkrétan már nekem égett a pofám. Ha érted, hogy értem. Dumáljunk kicsit a karakterekről. Mitch, aki ugye The Rock, a vízimentők hadnagya, mindenki barátja, neki mindennél többet számít a Baywatch. Rock nem volt most annyira szar a szerepében, talán kicsit jobbat hozott, mint szokott, de amikor a családról kezdett el beszélni, kicsit megszédültem. Matt, alias Efron, egy lecsúszott olimpiai világsztár, aki kicsit elhagyta magát, adja a lazza a menő srácot, de igazából vannak lelki gondjai. Nem túl mély a film, mármint a víz mély, de a mondani valót nem kell túl gondolni. Ő minden esetre érdekes volt. Ronnie újonc évek óta be akar kerülni a teambe, de igazi loser karakter, aki bele van zúgva az egyik vízimentő csajba, aki nyilván nem az ő kategóriája. Azért az elején a napágyas jelenete fán volt. CG a csaj, akibe belezúgott Ronnie. Ő már régi motoros a parton, ő néz ki a csajok közül a legjobban, mutogatják is eleget, nem véletlen modell, minden irányból mindenhogyan nyugi. Az életmentéshez minden esetre nagyon ért. Summer szintén újonc, eléggé szereti megmondani a magáét. Brody elég rendesen rá van izgulva, alakulgat köztük a love story. Egyébként nagyon szép, gyönyörű, hatalmas kék szemei vannak. Meg egyebek is, de arról itt nem beszélünk. Stephanie elég keveset szerepel, annak ellenére, hogy elvileg ő a rangidős. Sok momentumára nem emlékszem, akár ki is hagyhatták volna. A gonosznak, Victoriának igazából nem sok jelleme van, nem sokat tudtunk meg róla. Az egész partot akarja, és ezért mindenkit képes elrakni lábalól, de ő egy nő, megteheti, és drogbiznisz, meg what the fuck. A lényeg, hogy volt kit lenyomni, pont ennyire számított ő is, meg a verőembere is. Hát ennyi gyerekek, nem lett világmegváltó, nem lett kifejezetten jó, nem lett kifejezetten szar, csak szórakoztató. Ha hűsölnétek egyet a közel 40 fokban, akkor azt tegyétek a strandon, erre pedig jelenleg a Baywatch a legalkalmasabb. Csak vigyázzatok a tengerisnökke! Jövő héten inkább partra szállok. Irány a háború. A hajom tönkerbe visz. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Jövő héten Tali. Levi out. Sziaszt! Be kell épülnünk. Na és hol van Brody? Minek sminkelted ki magad? Hogy, minek sminkeltem ki magam? Egy kicsit sok. Ez így pont Franco. Vin Johnson. Itt miénk a Beach Bee. Zac Efron. Vigyázz, félre, félre! Jason Bourne hozzám képes, meddig? Nyomás, gyerünk! Miért vagyunk a hullaházban? Hol biztosra kell mennünk? Jön valaki. Mit csináljunk? Elbújunk. Hova? Alattam egy halott nyanya van. Miért egy hullásrekeszbe bújtál? Rám csöppent valami? Az csak egy kis hullazsír. Folyékony hullazsír, ne rinyálj annyit. Ennyi, léptem! Baywatch. Hamarosan a mozikban.